Jó reggelt kívánok! Ez az első hete 2020-nak, az első igazi teljes hét. Jó reggelt, jó munkát! Érdekes dolgot tanultam, amiről úgy érzem, hogy érdemes beszélni. Tudod azt, hogy mi az az organ, vagy az a szerv az a testben, ami a legtöbb energiát felhasználja? Én meglepődtem, és ez és először meglepő, aztán belegondolsz, akkor egészen logikus, mert ez az agyunk. Folyamatosan használjuk. Akkor is, amikor alszunk, mert az összes tevékenység a szervezetben, a szív működés, az vérkeringés, az mind kapcsolatban az aggyal. Tehát ez folyamatosan működik, ez használja a legtöbb energiát. Na most, hogyha ez igaz, akkor mikor aggódsz, vagy mikor félsz, vagy mikor negatív dolgokkal foglalkozik az agyad, akkor mi történik? Van egy mennyiségű energiád, amit negatív dolgokra használsz, nincs belőle hasznod. Tehát ez olyan, mintha lenne pénzed, amit kiadsz, úgyhogy semmi hasznot nem termel. Tehát mit tudom én, ha odaállnál egy tűz fölé, és így a 100 dollárosokat vagy a 5000-eseket így pakolnád bele a tűzbe. Azt csinálod, mikor aggódsz, vagy mikor félsz, vagy mikor azon kattogsz, hogy mi lesz, ahelyett, hogy tennél valamit azért, hogy jó történjen. Tehát ha... Vagy egy másik hasonlat, hogyha valaki le akarja futni a maratont, elindulsz egy cél felé, hogy lefutod a maratont, és mikor aggódsz valami hülyeségen, vagy mikor kattogsz valami baromságon, akkor olyan, mintha megállnál a maraton futás közben, hogy megcsinálj egy pár fekvőtámaszt. Ami rohadtul nem visz a célod felé, lelassít, leállít, viszont ha fekvőtámaszt csinálsz, az még jobb, mert attól lehet, hogy erősödik egy kicsit a karod. De mikor aggódsz, akkor nem fekvőtámaszt csinálsz, hanem körülbelül azt csinálod, hogy ostorral vered magad. Érted, aminek semmi haszna nincs. Tehát mi a megoldás? Nem kell kattogni. Ahogy észreveszed magad azt, hogy kattogsz valamin, próbálj meg rájönni, hogy hülyeséget csinálsz. Lehet, hogy tudsz magadon nevetni egyet. És amikor kattogsz, akkor figyeld meg, hogy a múlton kattogsz mindig. Soha nem... Legtöbbször, inkább úgy mondom, a legtöbbször azon kattogunk, hogy mi történt. És az a legrosszabb. Mert ha abban foglalkozol, hogy mi fog történni, akkor igazából fölkészülsz valamire, az egy analitikusabb dolog. De mikor a múlton kattogsz, az a legszarabb, mert az úgy sem tudsz csinálni semmit. Tehát, amint észrevesz, hogy a múltban vagy, változtass meg és próbálj meg a jövőben nézni, és azon kattogni, hogy mit, azon gondolkodni, hogy hogy fogsz megoldani dolgokat, mit fogsz tenni azért, hogy jobbak legyenek a dolgok, ne az, hogy mi történt, és mi az, ami gáz. Ez a mai kis okosság. Szerintem okosság, én nagyon, nagyon érdekesnek láttam, meg a... tanultam még egy-két dolgot a következő videókban. Sziasztok, jó hetet kívánok mindenkinek!